Túl vagyunk a mai futam első két gyorsán. Hogy sikerült, hogy érzitek magatokat az autóban? És esetleg találkozhatunk a jövő héten is akár Tatabányán. Hát ugye ezt a versenyt a Tatabányára való felkészülésnek szántuk, hogy a cél a Tatabányára, ezért elég sok helyen itt a lassítóknál, mondtam is itt a többieknek, hogy legfélsebben pofon vágnám magam, mikor nagyon sokat csak gurulunk. Csak hát azért vigyázni kell a kocsira is, mert hát az is hozzátartozik, hogy azért még nekem is van mit fejlődnöm, tehát kellenek a kilométerek. Hogy érzitek magatokat, milyen ennek a bazarallinak a feelingje? Hát a nézők az frenetikusak, hát ugye ez a sok várakozás, ez egy kicsit fárasztó, de mikor mehetünk, akkor szerintem nagyon. Azt mondtad, hogy tapasztalatokat kell szerezni, újra belakni az autót. Mennyire szolgálja ez, hogy most ezt a két, azt gondolom, hogy igazi savát borsát adó kanyart kivették a futamból? Hát úgy gondolom, hogy az ember felkészül arra és felírja, amire számíthat, akkor elméletileg szerintem nem kell problémák lenni, de szerintem a rendezőt is meg lehet érteni, nem akarja, hogy a versenyzőknek nagy anyagi tárgyú legyen ebből a történetből. Amiről most beszéltünk, az mindenféleképpen kerüljön el benneteket. Egy Kárpát-medencével és Tatabányán találkozunk. Köszönöm a beszélgetést!